Köszöntöm a nézőket, ez a Pannon Televízió fél hatos híradója, Friedrich Gertrud vagyok. Augusztus 16-a van, az Ábrahámok ünneplik névnapjukat. 101 évvel ezelőtt meghalt első Péter Szerbia királya, majd 1918-tól a szerb-horvát-szlovén királyság uralkodója. 625 éve Bécsben született Albert magyar király, az első Habsburg, aki elnyerte a magyar koronát. 48 esztendeje pedig megszületett Egerszegi Krisztina, ötszörös olimpiai bajnok úszónő. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak címszavakban. Még mindig nem egyeztek meg a gazdák és a szerb kormány. Óriási aszály pusztít, bosszankodnak az emberek a vízlecsapolási illeték megfizettetése miatt. Több ezer új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Szerbiában. Hamarosan itt a tél, egekben a tűzifa ára, mégis sok fa telepen hiány van a tüzelőből. Folytatódik az egyeztetés az elégedetlen mezőgazdasági termelők és a kormány között. A kabinet tájékoztatása szerint közelednek az álláspontok. A Tanyug azt írja, a kormány éjjel újabb ajánlattal állt elő, mely a következőket tartalmazza. 70 dináros kilónkénti ára napraforgóért, literenkénti 20 dináros üzemanyag hozzájárulás hektáronként legfeljebb 80 literre, illetve 15 dináros tejprémium. A javaslatot a gazdák képviselői szervezete elutasította. Újabb követelési listát állítottak össze, melyet most ismét megtárgyal a kabinet. Anna Brnabić miniszterelnök ismét hangsúlyozta, az ajtó nyitva áll, csapatával együtt készek a párbeszéd folytatására. Tehát továbbra sem született megoldás a Szerbia szerte demonstráló gazdák és a kormány között. A termelők követelései változatlanok, az aszálykárok enyhítését, tisztességes felvásárlási árakat és támogatási rendszert, valamint kedvezményes üzemanyag árakat akarnak kiharcolni. Szabadkán ma délután a Strossmayer utcát helyezték blokád alá. Kedden ismét munkagépek népesítették be Szabadka központját. Az elégedetlen gazdák a Városháza környékére hajtották traktorjaikat. A mezőgazdászok nehéz helyzetére a köztársasági kormánytól és a városvezetéstől várják a megoldást. A legnagyobb elégedetlenségünk az, hogy nem szeretnék elismerni az aszálykárt. Igazság szerint ez a legnagyobb probléma, még természetesen a magas naftárak, meg a támogatás. Nagyon alacsonynak tartsuk a támogatást, nem fed szinte semmit. A csantavéri földműves hozzátette, sokat jelentene számukra, ha a munkagépek üzemanyagának árát 140-150 dinárra csökkentenék, illetve eltörölnék a naponta tankolható mennyiségre vonatkozó korlátozást. A helyiek megértik a gazdák elégedetlenségét, de nem mindenki tekint jó szemmel a város központjának és legnagyobb közlekedési csomópontjának lezárására. Gátolják az embereknek a szabad mozgását és a szabad szólását. Van szabad szólásuk, egyezik vele, azért is mondom, hogy támogatom őket. De ne úgy csinálják, hogy engemet gátolnak, vagyis már minket. Mert mi úgy sem tudunk nekik segíteni. Akinek tudnak segíteni, ott van a Városháza köré, álljanak oda. Ne engedjenek be senkit, csak kész. Egyszerűen nem is kell ennyi traktor hozzá. Az elégedetlen gazdák tegnap hosszas tárgyalásokat folytattak Anna Brnabić szerb kormányfővel, Branislav Nedimović mezőgazdasági miniszterrel és a napraforgó feldolgozók képviselőivel. A kabinettel megállapodtak a tejprémiumról, de a napraforgó áráról nem. Ezt mondták az elégedetlen gazdák az egyeztetést követően. Skoro 9 sati u vladi pričali na temu suncokreta. I u načelu meni ni dan danas nije jasno šta su uljari ponudili od naših zahteva 75 dinara po kilogramu prema što bi dobio poljoprivrednik, da su uljari posle 6 sati rekli da oni mogu da daju nešto ispod 50 dinara plus PDV. Znači, da je to bilo šok i za premijerku, a i za sve nas.
A tüntetők Szabadka polgármesterétől, Stevan Bakićtól azt kérik, hogy alapítson egy munkacsoportot, ami hivatalosan is kimondaná az aszályt és felbecsülné a károkat. A jelentést a városi képviselőtestületnek kellene elfogadnia, majd a kormánynak és az illetékes minisztériumnak elküldeni, ahol döntenének a kármentesítés mértékéről. A gazdák követeléseik nyomatékosítása érdekében 13 és 15 óra között ismét lezárták a Szabadkai Strassmayer utcát. Az utak főként a Pátria szállónál található nemzetközi út önkényes lezárása miatt a gazdák szabálysértési eljárásra számíthatnának, amennyiben a rendőrök elkezdenének büntetni. Egy általunk megkeresett ügyvéd szerint azonban mindenre kevés esély van, mivel az állam érdeke is a helyzet mielőbbi megoldása, egy ilyen hatósági lépés pedig tovább mérgesíteni az így is felfokozott helyzetet, mondta a stábunknak az ügyvéd. Szabadkán Mecserik Anita követi a termelők tiltakozását. Szia Anita, van-e valahol ma útblokád? Szia Gertrud, köszöntöm a nézőket! Itt vagyunk Szabadka központjában, a Strassmayer utca elején, ahol ma már másodszorra van blokád. A mezőgazdasági tüntetők esnek 1 és 3 óra között zárták le az utat, most pedig 5 és 7 óra között. Elmondták, hogy nem céluk a polgárok feltartása, viszont csak így tudják magukra felhívni a figyelmet, ezért, hogyha nem kapnak számukra megfelelő választ a kormánytól, akkor muszáj, hogy itt maradjanak továbbra is az elkövetkező napokban. Mecserik Anita, köszönjük szépen, tehát 7 óráig, 19 óráig zárva van a Strassmayer utca Szabadkán, ennek függvényében közlekedjenek. Köszönjük szépen. Nem tágítanak a gazdák Újvidéken sem, a tegnapi tárgyalások alatt lezárták a Péterváradi hidat, a Mihályló Pupin sugárút egy részét, a Zsezsely hidat, a Zsidó utcát, a Futaki piacnál és a Safarikova utcát is. Ma folytatódott a blokkád a Péterváradi hídnál és a Mihályló Pupin sugárútnál a Báni palotáig. Az egyébként forgalmas újvidéki Mihályló Pupin sugárút most teljesen kihalt. A járókelők szabadon közlekedhetnek az úttesten, a gazdák a hűvösbe vonultak a tűző nap elől, ételt, italt, gyümölcsöket hoztak magukkal. Néhány tüntető 8 napja nem volt otthon, még zuhanyozni sem. Ušli smo u 8. dan, smo ovde, ne idemo kući, spavamo po traktorima. Što kažem, čekamo već 8 dana, ništa se ne dešava. Svaki dan biće, biće i na kraju ne bude ništa. Tako da, danas je presudno, sad vidjet ćemo šta će biti. Ja se nadam da će mu dogovoriti više. A követelések 80%-át elfogadták, hangsúlyozta Radoslav Adamovic, és néhány földműves egyesület már megállapodna. Időközben a Szent Tamási gazdák felhagytak a tüntetéssel és hazaindultak. Najveći problem je bio, mi smo sad tu branili tu taj zahtjev oko suncokreta, iako to po dogovoru nije bilo naše, ali je bilo je neprihvatljivo ovo kako su ovi druga udruženja pristala na taj dogovor, tako da mi generalno naši zahtjevi su bili ispunjeni 80%. Tako da mi ne bi mi tu kočili ništa oko toga. Međutim oko suncokreta ispao problem i onda smo mi branimo tuđ stav koji je taj napustio. Znači to je totalno besmisleno, ali tako jeste. A helyzet óráról órára változik Újvidéken. Útnak indulás előtt érdemes tájékozódni, hogy mely szakaszok járhatók. Kapcsolunk is Újvidékre. Albert Éva a gazdatüntetés helyszínén van továbbra is. Szia! Jelen pillanatban mely utak vannak lezárva? Szia Gertrud! Üdvözlöm a nézőket! Ahogy elhangzott, a tegnapi tárgyalások alatt a gazdák lezárták a Zsezsely hidat, a Péterváradi hidat, a Mihályló Pupin sugárút egy részét, a Safarikova utcát és a Futaki utcát, vagyis a Jevrajszka utcát a Futaki piacnál. Ma délelőtre már csak a Péterváradi híd és a Mihályló Pupin sugárút egy része volt lezárva. Időközben többen felhagytak a tüntetéssel, többek között a Szent Tamásiak is hazaindultak, és feloldották a blokádot a Péterváradi hídnál, tehát jelenleg a Mihályló Pupin sugárút egy része van lezárva a Jován Györgyevics utcától egészen a Báni palotáig. A délelőtt folyamán
Miloš Vučević, Újvidék polgármestere nyilatkozott a tüntetéssel kapcsolatban, és elmondta azt, hogy megérti a gazdák helyzetét, az viszont nincs rendben, hogy korlátozzák az újvidéki polgárok mozgását, mivel nem ők tehetnek az aszályról, és nem ők szabták meg a termények árát. Amikor ideértünk, rendőrök jelentek meg, a gazdák nem voltak hajlandóak a kérésünkre elmondani, hogy mi történt. Információfoszlányokból annyit tudtunk meg, hogy valaki megfenyegette őket, és kihívták a rendőrséget. Ezután három gazda távozott a rendőrökkel. Ami a lezárásokat illeti, óráról órára változik a helyzet, így mielőtt útnak indulnak, mindenféleképpen tájékozódjanak arról, hogy mely szakaszok járhatók. Albert Éva Újvidékről köszönjük szépen. Adaközség gazdálkodói is csatlakoztak a Vajdaság több településén zajló tiltakozó felvonulásokhoz. Tegnap a kora esti órákban mintegy 15 gazda állt sorfalat traktoraival a helyi önkormányzat épülete előtt, járműveiken feltüntetve a kormány felé tett követeléseiket. Elmondásuk szerint patthelyzetbe kerültek, és a megoldás közös cél, az ország célja, hiszen ha ők nem tudnak termelni, akkor bajok lesznek az ellátás terén is. Nem így tartsunk mindig a szociális békét fent ebben az országban, hanem néha figyeljenek ránk is, termelőkre, hogy mi is tudjunk előre haladni és nyugodtan dolgozni. Mert ha ezeket nem fogják teljesíteni, akkor nagyon nagy problémák fognak lenni az őszi vetéssel. A gazdák nem tudják önerőből elvégezni, hiszen tudjuk az üzemanyag horribilis összeg, a műtrágyarak háromszorására emelkedtek, a mi terményáraink meg maradtak a tavalyi szinten. Tehát ezt nem lehet így tovább folytatni. Addig fogjuk ezt csinálni, még el nem érjük a céljainkat. Úgy gondolom, hogy minél többen leszünk, ahogy telik múlik az idő. Bosszankodnak a polgárok a vízlecsapolási illeték megfizettetése miatt. Aszályos nyarunk van, de az illetékes közvállalat továbbra is küldi a felszólításokat a lecsapolási díj befizetésére. Számos egyéb kérdés és gond is felmerül az illetékkel kapcsolatban. Tartozások rendezése, kamatok, személyes adatok változása. Ezeknek a megoldása érdekében tartott ismét fogadónapot a Vajdaság Vizei Vízügyi Közvállalat Szabadkán. Már a 9 órai nyitáskor tömeg tolongott a DTD Északbácska Kft. Irodája előtti folyosókon. A fogadónapot kihasználva sokan személyesen jöttek el, hogy a Vajdaság Vizei Vízgazdálkodási Közvállalat munkatársaival rendezzék a vitás kérdéseket. Problem naša porodica, a i maltene svi ovde okupljeni imamo taj problem oko 2016. godine koje imam dokaze da smo platili, koji smo slali u Novi Sad, priznanice, fotokopija, hvala Bogu, ali ovaj, i ponovo su nam poslali da smo dužni za to 2016. Gospođo, ovde ima još jedan. Znači, taj problem je kome i zašto pod kamatom ako je to već plaćeno. Imamo dokaze i ponovo nam šalju te oly velikom kamatom. Előfordult olyan eset is, hogy egy 2013-ban elhunyt személy nevére érkezett meg a lecsapolási illeték befizetésére szóló végzés. Ovi u katastru nisu dobro preneli podatke. Pošto je i njen sin umro i deca su dobila isto rešenje. Kako da vam kažem, to je u redu, oni će ih platiti, ali deda plati žena koja je umrla 2013. Mások azért jöttek, hogy tiltakozzanak a vízlecsapolási illeték megfizettetése ellen. Nas interesuje šta, kakva je to usluga odvodnjavanje? Ko nama dolazi u dvorište nešto da odvodnjava? Ni navodnjava. Mi većina nas koji živi van Subotice, jel ovo su ljudi koji su dobili koji žive van Subotice, znači, ili na periferiji Subotice gde imamo svoje bunare. Mi trenutno nemamo vode u tim bunarima. I šta onda oni nama odvodnjavaju? Šta mi plaćamo? Nas to interesuje. U redu da treba da platiš neke usluge koje koristiš. A šta je ovo? I ko će to nama da objasni? I zašto uvek samo u Vojvodini? Az irodába érkezők arra panaszkodtak még, hogy lassú az ügyintézés, és az érdeklődésre való tekintettel gyakrabban kellene fogadónapokat szervezni. Az iroda munkatársai felhatalmazás hiány kérdéseinkre nem tudtak válaszolni. Az Újvidéki Vajdaság Vizei Közvállalat sajtószolgálatához kell feltenni azokat.
Valamivel kevesebb, mint 6000 új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Szerbiában az elmúlt napon, és 14-en haltak bele a fertőzés szövődményeibe. A járvány 7. hullámában járunk. A szakértők szerint aggodalomra ad okot a helyzet, az oltakozás pedig szinte teljesen leállt. A nyár előre haladtával egyre csak nőtt a koronavírus fertőzöttek száma. Augusztus közepére elérte a napi 5-6 ezret. A szakemberek szerint ez a szám a következő két hétben némileg csökkenni fog. Ám szeptemberben a nyaralásból visszatérők, valamint az iskolakezdés miatt ismét emelkedő fertőzési adatokra számíthatunk. Talas je u toku i još uvek epidemiološka situacija je zabrinjavajuća. Jesmo sada u zaravnjenju onog pika koji je bio negde sredinom jula, ali reprodukcijna stopa je negde oko 1, tako da u proseku imamo negde oko 5500 pacijenata dnevno u Republici Srbiji. Dr. Zoran Bekić szakorvos elmondta, a fertőzés minden korcsoportot érint, de a leginkább az 50-es és 60-as éveikben járókat. Aggasztó ugyanakkor, hogy egyre több gyerek is megfertőződik, tette hozzá. A szakorvos arra is rámutatott, hogy az oltakozási igény szinte nullára csökkent az országban, ami nem jó. Svi oni građani koji su prvi, drugu i treću dozu dobili tokom 2021. godine, taj imunitet su suštinski izgubili, kao i najveći broj onih koji su koronu imali u januaru i februaru. Dakle, neophodno je dobiti četvrtu dozu. A szakember szerint a tanévkezdést nem kell majd elhalasztani a járvány miatt, és eleinte nem lesz szükség távoktatásra. Ám nem lehet tudni, hogy késő ősszel vagy télen milyenek lesznek a járványmutatók, és milyen intézkedésekre lesz szükség. Nagy-Britanniában engedélyeztek a világon először olyan védőoltást a koronavírus ellen, amely az eredeti, valamint az újabb Omikron variáns ellen is hatásos. A Moderna legújabb úgynevezett bivalens vakcinája Spikevax, mind az eredeti wuhani, mind a télen megjelent első BA1-jelű Omikron variáns ellen hatásos. Az Egyesült Királyság gyógyszerhatósága a bizonyítékok megvizsgálása után felnőttek számára engedélyezte a vakcinát. Lassan beköszöntenek a hűvösebb napok, hűvösebb hónapok, és sokan még mindig csak várják a tüzelő anyagot. A fatelepeken is nagy a nyomás, hiszen nem tudják a megfelelő időben beszerezni a fát, a vevők várnak, az árak pedig egyre csak nőnek. Még mindig nagy a kereslet a tüzelőanyagra. Több környékbeli fatelepre is ellátogattunk. Jelenleg van fa, az ára pedig 12 és 13 ezer dinár között mozog. Többségében bükk és tölgyfa a kínálat. Szenet még most is nehezen lehet kapni. Sok fatelepen már várólista is van, akkora a kereslet a tüzelőanyagra. De vannak olyan családok is, akiknek már sikerült beszerezni a télire való tűzifát, legalább egy részét. A Csicsman család is az egyik moholi fatelepen 5 köbméter fát már vett, a többi beszerzése folyamatban van. Igaz, az ára már így is nagyon borsos volt. Mi egy hónappal ezelőtt vettük meg kb. Ezt a fát, ami itt látható. Mi 5 köbet vettünk, és ez 69 ezer dinárba került. Ugye eléggé megdrágult a fati, ezt hogy érzitek? Vagy egy ház, egy család, hogy tudja ezt magának megbiztosítani? Eléggé érezhető, hogy megdrágult a fa, ugye, mert a fizetések azok nem igazán nőttek meg a fa áremelkedéshez képest, és így kicsit nehezebb hozzájutni, meg nehezebb beszerezni a fát. Mások szerencsésebbek vagy tapasztaltabbak voltak. Szőke László nyugdíjas mindig márciusban veszi meg a tüzelőanyagot. Az ára akkor még 7000 dinár körül mozgott köbméterenként, de sok nyugdíjasnak még ez is drága volt. Nálunk mondjuk rá az a szokás, mert én nekem a szakmám is különben ez a fatelepes szakmám van, és akkor tudom, hogy időbe be kell szerezni. Én már megvettem márciusban a fát, mert szeretem, ha áll kint egy-két hónapot, hogy szárad, és akkor aztán utána, mikor betároljuk, akkor utána megacsalosodik, sokkal jobb vele tüzelni, és meg szárad, nincs aztán gond egyáltalán füstel, meg koromban, meg mit tudom, ilyesmire. A fa ára hetente változik, gyakran a kiszállítási napon szembesülnek a vevők az árakkal, viszont az energiaválságtól való félelmükben a magasabb árat is hajlandók kifizetni.
Nézzük, mi lesz még a híradóban. 10 táncegyüttes és mintegy 300 táncos szórakoztatja majd a közönséget az idei Interetno Fesztiválon Szabadkán. A Kárpát-medence minden részéről, de még a diaszpórából is érkeztek egyetemisták a Sátoralja újhelyi diáktáborba. Diverzáns akcióban robbant fel egy orosz katonai raktár az Ukrajnától 2014-ben elcsatolt Krímben, Dzsankoj járásban, ismerte el az orosz védelmi minisztérium. A tárca szerint polgári létesítményekben, egyebek között elektromos távvezetékekben, egy erőműben, egy vasútvonalon és lakóépületekben keletkeztek károk. Szabotás, diplomácia és annak hiánya. Gabonaszállítmányok, az ukrajnai háború augusztus 16-ai eseményei néhány szóban. Lássuk, melyek a legújabb fejlemények. Tűz ütött ki egy lőszer raktárban a Krím félsziget északi részén. A robbanásban ketten sérültek meg, valamint fennakadás történt a félszigetet a szárazfölddel összekötő vasúti közlekedésben. Az orosz illetékesek közlése szerint szabotás volt, ukrán barát csoportok okoztak kárt a katonai logisztikában. Közben elindult az első gabonaszállító hajó Ukrajnából Afrikába, 23 ezer tonna gabonát visz a kelet-afrikai Djibouti kikötőjébe, ahonnan Etiópiába szállítják tovább. A Fekete-tengeri kikötők blokkádja miatt több 10 millió tonna gabona rekedt Ukrajnában. A kikötők újranyitása ellenére is 46%-kal csökkent az ukrán gabona export a tavalyi évhez képest. A diplomácia terén sem történt elő. Lépés, míg Volodymyr Zelenszky ukrán elnök arra kéri a világot, hogy állítsa meg az orosz előrenyomulást, az orosz csapatok ugyanis nukleáris katasztrófát okozhatnak azzal, hogy a zaporozsiai atomerőműnél végeznek harci tevékenységet. Az orosz védelmi miniszter szerint Ukrajna túloz. Oroszországnak nincs szüksége arra, hogy atomfegyvert vessen be Ukrajnában, közölte Szergej Sojgu. A politikus arra reagált, hogy a médiában megjelent hírek szerint Moszkva atom- és vegyi fegyverek bevetésére készül. Az orosz védelmi tárca vezetője szerint katonai nézőpontból egyáltalán nincs szükség atomfegyverekre ahhoz, hogy Oroszország elérje a céljait. Vladimir Putyin orosz elnök a moszkvai nemzetközi biztonsági konferencián tartott beszédében kiemelte, Oroszország tovább erősíti fegyveres erőit, továbbra is biztosítani fogja nemzeti érdekeit és szövetségesei védelmét, és egy demokratikusabb világ kiépítésére törekszik. Tíz táncegyüttes és mintegy 300 táncos szórakoztatja majd a közönséget az idei Interetno Fesztiválon Szabadkán. A szervezők színes programokkal várják az érdeklődőket. Táncházak, hagyományőrző kiállítások, borutca, különféle játékok és gyermekfoglalkozások is lesznek a város központjában, azaz Etnopolisban augusztus 23-ától 27-éig. Valódi felüdülés lesz a népzene, a hagyományőrzés és a kézművesség kedvelőinek az idei Interetno Fesztivál. Kiállítások, kirakodóvásár, klubest, borutca és kézműves foglalkozások is várják Etnopolis látogatóit. Az Interetno Fesztivál, mint egy összművészeti fesztivál, az UNESCO védnöksége alatt szerveződik, és igyekszik szellemi és kulturális örökségünk egészét bemutatni. Ehhez a tánc, a zene és a színház mellett hozzátartozik a kézműves hagyományaink is, így a régi mesterségek kiállításán és vásárán régi elfeledett kézműves technikák elevenednek meg, valamint újjáélednek olyan technikák, mint például a kovácsműhely, a gyertyaöntés. A szervezők igyekeznek családcentrikussá tenni a fesztivált, ezért több közös családi programot és gyermekfoglalkozásokat szerveztek. Az Interetno Fesztivál idén sem maradnak el a családi programok, hiszen a Népkör Aranykapu játszóháza kiköltözik a város főterére. A játszóház 16 órakor nyitja meg a kapuit, ahol gazdag kültéri játékpark várja a gyerekeket. 17 órától különböző mesterségekkel ismerkedhetnek meg.
A fesztivál kiemelt vendége a Kecskemét Táncegyüttes, akikkel a házigazdák sok éves szoros kapcsolatot ápolnak. Érdemes a fesztivál utolsó napjára is kilátogatni, ugyanis ünnepélyes záró produkcióval készülnek a Kecskemét és a helyi Róna Táncegyüttes tagjai, melynek címe Visszatekintés. A Róna Táncegyüttes Bartók Béla hagyatékára építkezve mutatja be produkcióját, míg a Kecskemét Táncegyüttes Kodály városának, vagyis Kecskemét városának szülöttje Kodály Zoltán munkásságát fogja bemutatni augusztus 27-én a fesztivál nagy színpadán. Ez egy nagyon nagy produkció, mind intézményünk, mind Kecskeméti Hírös Agóra Kulturális Egyesület életében. A helyi fellépők mellett Magyarországról, Montenegróból, Szlovéniából és Szlovákiából is érkeznek előadók. A népzene, a világzene és a könnyűzene szerelmeseit is várják egész héten Szabadka központjában. Politikai, gazdasági, kulturális témák várják a diákokat a Rákóczi Szövetség összmagyar egyetemista táborában Sátoralja új helyen. Az egyetemista tábornak 33 éves hagyománya van. Idén a Kárpát-medence mellett a diaszpórából is érkeztek táborozók, Vajdaságból 19-en. Kolumbiából, Brazíliából, Ausztráliából, az Egyesült Államokból, de a Kárpát-medence minden területéről is érkeztek egyetemisták Sátoralja új helyre. Kivári Dávid Dominik első alkalommal vesz részt a Rákóczi Szövetség egyetemista táborában. Diaszpórából, külhonról, anyországból vannak magyarok, tehát így nagyon jó kapcsolatokat is lehet kifejleszteni, tehát plusz élményeket szerezni, hogy más országban milyen tapasztalatok vannak az ottani életről, hogy élik meg ott a magyarságot. Például most legfőbb ugye Kárpátalján, hogy ott például a magyarok hogy élik meg ezt a háborús incidenst. A nyitónapon politikai, illetve gazdasági témákról hallhattak előadást. Németh Zsolt Magyarország és a nagyvilág témakörét járta körül. A Magyar Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke stábunknak elmondta, bízik benne, hogy politikus palánták is részt vesznek a táborban, hiszen majd ők képviselhetik nemzeti érdekeiket a Kárpát-medencében vagy szerte a világban. Nincs most már olyan külhoni magyar közösség, amelyiknek ne lenne szüksége arra, hogy az adott közösség rendelkezzen olyan politikusokkal, akik hangot tudnak adni a közösség alapvető érdekeinek. Így például Kovács Elvirákra nagyon nagy szükség van a jövőben is, aki most már ugye a szerb politikában is egy nagyon komoly pozícióra tett szert, és akivel évek óta együtt dolgozom. Csáki Csongor elmondta, az egyetemista tábor a Rákóczi Szövetség legrégebbi tábora, hiszen 1989 óta minden évben megszervezik. A szövetség elnöke kiemelte, olyan előadókat, politikusokat hívnak a táborba, akik hozzá tudnak tenni az egyetemisták tanulmányaihoz, későbbi karrierjükhöz. Itt egy olyan kapcsolatrendszerre tehetnek szert, ami aztán a későbbi egyéni és akár tudományos vagy gazdasági életükben is a későbbiekben kamatozni tud, azt gondoljuk, hogy szintén egy nagyon fontos dolog. A táborban természetesen pihenésre, ismerkedésre is jut idő. Bortúrával, kirándulásokkal és táncházzal is készülnek a szervezők a további napokon. Új élmények, új barátok, játékok és egy kis tanulás. Erről szól az idei református tábor Szabadkán. A gyerekek játékos formában ismerkedhetnek meg a bibliai eseményekkel, és így módon közelebb kerülhetnek Istenhez. Kézműves és csoportos foglalkozásokon keresztül ismerkedhettek meg Dániel prófita életével a gyerekek az idei református táborban Szabadkán. Van egy király, aki álmodott valamit, és van egy Dániel nevű ember, aki barátaival érkezett egy helyre, és ő egy bölcs, és a király hívja, hogy fejtse ki az álmát, és Dániel imádkozik, hogy Isten mondja meg, hogy mi az álma, mert a király azt mondta, hogy neki kell kitalálni. Egyebek mellett új táncokat és énekeket is megtanultak a gyerekek, de a szabad programok és a játék sem maradt ki napjukból. Nekem ami a legjobban tetszett, az volt, amikor
Azt játszottuk, hogy volt egy betörő, akinek ki kellett jutni a börtönből. A tábor célja, hogy a szervezők közelebb hozzák a gyerekeket Istenhez, és bepillantást nyerjenek a bibliai eseményekbe is. Az a célunk, hogy gyerekek felé közvetítsük Isten szeretetét, bibliai történeteket dolgozunk fel, az idén Dániel történetét tanuljuk, énekelünk a gyerekekkel, játszunk, kézimunkázunk. Az elmúlt időszakban nagy veszteség érte a Szabadkai Református Egyház épületét, ugyanis tűz ütött ki a belterében és súlyos károk keletkeztek. A tábor ideje alatt Hollandiából érkeztek református önkéntesek, akik vállalták, hogy feljavítják a megkárosodott épület belsejét. Ettől függetlenül a tábor többi programját sem hagyták ki. We're here with the church, a group from our church, and we're here to help the church here in Subotica. So we're gonna do the Christian group here, the kids club. We're gonna, the girls from our team are gonna help them and do things like activities, and we're gonna have fun with them. And the boys are gonna paint and build a kitchen because we have many workers here. A tábor többi napjára egészen péntekig megéri ellátogatni a gyerekeknek, ugyanis hétközben is szabadon csatlakozhat, aki szeretne. És most az időjárásról. Holnap sok napsütésre és kevés felhőre számíthatunk, jelentős csapadék nem valószínű. A szél is többnyire mérsékelt marad, csak néhol lehetnek élénk széllökések. Napközben 31 és 36 fok közé melegszik a levegő. Sporttábor színesíti a zentai és környékbeli gyermekek vakációját a helyi Tiszavirág Kajak Klub szervezésében. Ez már az ötödik napközis foglalkozásuk az elmúlt két évben. A koordinációs készséget és ügyességet fejlesztő bújás játék sem maradhat ki a szárazföldi szabad foglalkozásokkal egybekötött táborban. Az úszásban is jeleskedő Adai Ürményi Dávid első alkalommal van itt. Azért szeretem a kajakot, mert apától láttam, és megtanított engem, mert utána jöttem ide. A vízisportokat előtérbe helyező napközis foglalkozásokon a 10 és 14 éves korosztály tagjai bővíthetik tudásukat és erőllétüket lányok és fiúk egyaránt. A Péter Révei Anna Kolárszki barátja meghívására érkezett ide. Elsőre vagyok itt a táborba, és eddig volt ilyen pókfoci, meg kajakoztunk, megtanultam kajakozni, és ez nekem nagyon, ilyen, nagyon jó volt, meg megtanultam így egyesivel, meg magam is bírtam kajakozni, meg megtanultam egyensúlyozni. A Tiszavirág Kajaklub idei második táborában 4 napon keresztül 20 fővel zajlanak a foglalkozások. Nagyon fontosnak tartjuk ezt a tábort, hiszen a gyerekek itt új közegbe kerülnek, új szocializálódnak itt a táborba, illetve kiszakítjuk őket a kis hétköznapjaikból, és a számítógép, illetve a telefonoknak a képernyő elől a való világba itt újra játékos közegbe illesszük be őket. Nagyon szeretik, hiszen sokaknak érzékelhető az, hogy hiányzik ez a kinti természetbe való játszás. Edzői felügyelettel számos eszközt, például a kajakot, a kenut, a szápot is kipróbálhatják a fiatalok. Élményként erősítik meg a diákokban a nemzeti összetartozást a Rákóczi Szövetség által szervezett táborok, ezt mondta Potápi Árpád János az Összmagyar Egyetemista Tábor nyitónapján Sátoraljaújhelyen. A nemzetpolitikáért felelős államtitkár kiemelte, olyan előadókat, politikusokat hívtak meg a táborba, akik példát tudnak mutatni a Kárpát-medence és a diaszpóra magyar ajkú egyetemistáinak. Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár nyitotta meg a Rákóczi Szövetség által szervezett összegyetemista tábort Sátoraljaújhelyen. Vele beszélgetek, üdvözlöm államtitkár úr! Én is üdvözlöm Önöket, és üdvözlöm a tévénézőit is. Megnyitó beszédében kiemelte, hogy tulajdonképpen élményként szeretnék átadni a nemzeti összetartozás élményét. Ezt konkrétan mire értette? Ez a 33. ilyen egyetemista találkozó.
Amikor létrejött a Rákóczi Szövetség 89-ben, a szövetségnek az egyik legfontosabb célja az volt, hogy megerősítse főleg a fiatalokban a nemzeti érzést, illetve bebizonyítsa nekik azt, hogy a magyarság, a hazaszeretet, egyáltalán ezek a fogalmak nem elavult fogalmak. És talán sikerült ez nekik azóta, hiszen eltelt 33 év, és talán nekünk is az elmúlt 12 évben közösen sok olyan eredményünk született, ami bebizonyítja azt, hogy igenis mi magyarok szeretnénk maradni, és meg is akarjuk őrizni a magyarságunkat, kultúránkat, és ezt tovább is akarjuk adni a következő generációknak. Jó látni ezeket a gyerekeket, fiatalokat, akik a világ minden tájáról jöttek ide, hogy ők is hasonlóképpen gondolkoznak, hiszen azért jöttek el ebbe a táborba, másrészt pedig ismerkedni szeretnének hasonlókorú magyar fiatalokkal. Ausztráliától, Kanadáig, Kolumbiától, egészen a balkáni térségekig mindenhonnan jöttek magyar fiatalok, több mint 300-an vesznek részt ezen az egyhetes táboron, és reméljük azt, hogy a szórakozás mellett olyan hasznos információkkal találkoznak, amit majd utána tovább tudnak vinni. És a magyarság számukra, főleg azok, akik csak a családi körben, vagy az egyházban, cserkészetben, vagy a táncegyesületben használják csak a magyar nyelvet, a magyarság számukra még inkább élményé válik, hiszen egy olyan országba jöttek el, ahol mindenki így beszél, és látják azt, hogy az élet minden területén ezt a nyelvet használjuk, ebben a kultúrában nőttünk fel, amit ők esetleg csak esténként, vagy egy-egy héten egyszer tudnak használni. És melyik azok a konkrét értékek, amelyeket szeretnének átadni ezeknek a fiataloknak? Hát nyilván nagyon sok programot indítottunk el az elmúlt években, amiket szeretnénk folytatni, de jó lenne megismertetni őket azokkal az eredményekkel, problémákkal, egyáltalán közéleti kérdésekkel, ami most Magyarországot, illetve a Kárpát-medencei magyarságot foglalkoztatja. A Kárpát-medencéből, Vajdaságtól, Felvidékig, illetve Kárpátaljától, Erdélyig minden térségből jöttek ide fiatalok, és mi tudjuk azt, akik itt élünk, hogy nagyjából ugyanazok a dolgok foglalkoztatnak bennünket. Akik távolabbról érkeztek a világ minden részéről, azoknak sokszor ez új, de alapvetően mind ugyanúgy gondolkozunk, és mindannyiunk számára a legfontosabb az, hogy a magyarságunkat meg tudjuk őrizni. Ehhez nem kell sok mindent tenni egyébként, hanem egyáltalán csak kell használni a nyelvünket, kell használni a kultúrát, és ezt valamennyire tovább kell adni, úgyhogy remélem ez majd sikerül itt a táborban is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A Rákóczi táborból Lajko Anett tudósított. És a híradó végén egy friss hír. A szerbiai rádió és televízió értesülései szerint a kormány megegyezésre jutott a tiltakozó gazdákkal a napraforgó áráról. Az RTS szerint a napraforgó felvásárlási ára kilogramonként 73 dinár lesz. A szerb közmédia közlése szerint ezzel befejeződhetnek a Szerbia szerte zajló útblokkádok. További információk a 20 órai híradóban. Most pedig nézzük, hogy melyek voltak kiemelt témáink. Még mindig nem egyeztek meg a gazdák és a szerb kormány. Óriási aszály pusztít, bosszankodnak az emberek a vízlecsapolási illeték megfizettetése miatt. Több ezer új koronavírus fertőzöttet regisztráltak Szerbiában. Hamarosan itt a tél, egekben a tűzifa ára, mégis sok fa telepen hiány van a tüzelőből. Köszönjük figyelmüket, nézzék továbbra is a Pannon televíziót, illetve kövessék honlapunkat pannonrtv.com. Legközelebb 20 órakor jelentkezünk híradóval. Addig is viszontlátásra!